Egy ország Európa közepén, ahová több mint 10 millió turista látogat el évente. Több, mint ahány lakója van az országnak. Ez a család Magyarországon szeretné eltölteni a szabadságát. Mindenek előtt nézzük meg, hol informálódhatnak Magyarországról a saját országukban. Az IBUSZ és az Express utazási irodák és a Malév kirendeltségein, valamint a Magyar Népköztársaság nagykövetségein és konzulátusain. Lehetőleg indulás előtt döntsék el, hogy hol szeretnének lakni. Jó lehetőséget nyújtanak a különféle kategóriájú szállodák. Lehet választani kempingeket is. Magyarországon 1, 2 és 3 csillagos kempingek vannak. Ezek természetesen árban is különböznek egymástól. A vadkempingezést viszont pénzbírsággal büntetik. A szállásfoglalás megoldható a külföldi utazási képviseleteken. Magyarországon a megyei idegenforgalmi hivataloknál, a kemping és kárkemping irodáiban, és természetesen a szállodákban. Egy pillanat. Az úti okmányok rendben vannak? Az útlevelet, kiutazólapot és adatlapot a Magyarországon való tartózkodás alatt az utasnak magánál kell tartania. Minden rendben van? A kocsi forgalmi engedélye is? Akkor jó utat! Magyarország földrajzi fekvésénél fogva a kereskedelmi útvonalak középpontjában fekszik. Így viszonylag könnyen megközelíthető közúton. Mielőtt az útlevél és vámvizsgálatra sor kerülne, a szocialista országokból érkezők a náluk lévő konvertibilis fizetőeszközt kötelesek bejelenteni. A vámhivataltól erről igazolást kapnak. Még valami. Magyarországon külföldi pénzt forintra csak az erre kijelölt intézményeknél lehet átváltani. A nem hivatalos beváltókat a saját érdekükben okosabb elkerülni. A kocsi ablakait pedig menet közben se csomagokkal eltorlaszolni, se elfüggönyözni nem szabad. A motorkerékpár vezetőjének kötelező a bukós isak használata. Úgy szintén az utasának is. A tompított fényforrót nappal is használni kell. A biztonsági öv. Magyarországon az első üléseken kötelező a biztonsági öv használata. Valamint kötelező feltüntetni a kocsi hovatartozását eláruló országjelzést is. Feltétlenül beszélnünk kell a sebességről is. Most például gyorsabban megyünk a megengedettnél. Nem ajánlatos. Így már jó. Magyarországon az autópályán személygépkocsik számára 100 km a felső határ, minden más úton ez csak 80 km. Lakott területen személygépkocsik számára 60 km a felső határ.
Ezek a sebességértékek a határállomások eligazító tábláin is fel vannak tüntetve. Magyarországon a gépkocsik hajtó és kenőanyaggal való ellátása zavartalan. Több vállalati forma biztosítja ezt. Az A4, a Shell Interag, az AGI és mások. A kúthálózatban rendszeres az autózáshoz szükséges alkatrészek és más dolgok árusítása is. Még nem mindenhol, de már egyre több helyen kapható ólommentes benzin is. Nálunk nagyon sok a fénysorompóval, jelzőlámpával biztosított vasúti átjáró. A közeledő vonat kapcsolja be a fénysorompó villogó piros fényét. Most már szabad a pálya. A fehér jelzésre indulhat. Egy pillanatra álljunk meg. Mindenkit érhet baleset, tartja nálunk a szólásmondás. Közlekedési baleset vagy egyéb gépjárműkár esetén, ha lopás is ide tartozik, rendőrségi intézkedést kell kérni, és csak azt szabad aláírni, amit megértette. Még valami. Roncs gépkocsiról lemondani csak a Nemzeti Bank engedélyével lehet. Baleset esetén a vétlen külföldi kárát természetesen megtéríti a magyar biztosító. Meg kell tudni, hol van a legközelebbi kirendeltsége, és ott minden információt megadnak. Balesetnél, vagy olyan esetben, mikor elromlik a kocsi és le kell állni vele, lakott területen kívül mindig jelezni kell az elakadást jelző háromszöggel. Az elromlott járművet lehetőleg az úttesten kívül helyezzük el, ahol a várakozás nem tilos. Poccanás esetén az esetet a legközelebbi rendőri szervnél be kell jelenteni, mert csak az ott kapott igazolással lehet az országot elhagyni. Ennek hiányában a kocsit a határon feltartóztathatják. Nagyon fontos, a mentők telefonszáma 04, a rendőrségé 07. A külföldi állampolgárok magyarországi egészségügyi ellátását megegyezések szabályozzák. Indulás előtt jó erről még otthon tájékozódni. És még valami. Személyi sérüléses baleset esetén a helyszínt nem szabad elhagyni. A mi országunk annak ellenére, hogy a területe nem túlságosan nagy, változatos tájakat kínál a látogatónak. Vannak hegyeink, ha nem is túlságosan magasak, és vannak síkságaink. Azok viszont tökéletesen laposak. Szelíd, emberközeli dombokból van a legtöbb, és vizekből, tavakból, folyókból. A kerékpárosokról csak annyit, hogy a járműhöz egy legfeljebb 70 kg összsúlyú kétkerekes utánfutó kapcsolható. Az utánfutót viszont el kell látni hátsó helyzetjelző lámpával és fényvisszaverő háromszöggel. A kerékpárra szerelt fótülésen a felnőttek csak egy 10 éven aluli gyereket szállíthatnak. Nálunk a gépjárművezetőkre abszolút szeszfogyasztási tilalom vonatkozik. Az ittasan vezetőkkel szemben még enyhébb esetekben is büntető eljárást folytat a rendőrség, illetve a bíróság. Tehát okosabb üdítőitalokat fogyasztani, melyekből nálunk bőséges választék van. Lakott területen belül hangjelzést adni csak balesetveszélyes helyzetben szabad.
Sötétedéskor vagy korlátozott látási viszonyok mellett kapcsoljuk be a tompított fényszórókat. A tompított fényszóró helyett távolságit csak lakott területen kívül szabad használni. Ott is csak akkor, ha a szembejövő vagy az előttünk haladó járművezetőjét nem zavarjuk bele. Nem árt fokozott figyelmet fordítani az itt-ott még előforduló, kivilágítatlan kerékpárosokra és lovaskocsikra sem. Budapest sokak szerint a világ egyik legszebb fekvésű fővárosa. Sokarcú város. A budai vár és lakónegyede középkori képeskönyv. A pesti oldal ezzel szemben merőben más képet mutat. Itt található az üzletek nagy része. A legtöbb színház, a szállodák nagy része, a múzeumok. Az operaház, az országház. Strandok és gyógyfürdők egész sora, valamint hangulatos vendéglátóhelyek hatalmas választéka. A Turinform különben úgy az üdüléssel, mint a szállással, valamint a legkülönbözőbb programokkal kapcsolatban készségesen ad felvilágosítást telefonon is. Apropó telefon. Magyarországon általában 2 forintos érmével lehet telefonálni. Távolsági beszélgetés esetén természetesen magasabb összegér. Magyarország hívószáma külföldről 36, Budapesté 1. Fontos! A jobbra kanyarodó jármű nálunk köteles elsőbséget biztosítani a gyalogosoknak. Ugyanúgy abszolút elsőbséget élveznek a gyalogosok a kijelölt gyalogátkelő helyeken is. Nem ajánlatos, sőt kimondottan kockázatos, különösen egy idegen, ismeretlen városban, vezetés közben jobbra-balra tekingetve, bámészkodva, keresni egy utcát, egy címet. Okosabb leállítani a kocsit valahol, és gyalog próbálkozni. Bár itt a belvárosban a megállás egyáltalán nem könnyű dolog. Például nem szerencsés hely a megállásra, mert táblával jelölt rakodóhely. Itt csak akkor tartózkodhatnak, ha a vezető a járműnél marad. A forgalmat akadályozó járműveket a rendőrhatóság az üzemben tartó költségére az útról eltávolíthatja. Ez itt fizető parkolóhely. Azt javaslom, hogy állítsuk le a kocsit egy kijelölt parkolóhelyen, és gyalog vagy közhasznú járművel folytassuk az utat. Autóbuszon, villamoson és metrón előre váltott jegyekkel lehet utazni. Ezek megvásárolhatók trafikokban és a metró jegypénztárainál. Ez a kocsi tiltott helyen várakozik, de a mozgáskorlátozottak járművei, amennyiben el vannak látva a megfelelő jelzéssel, ilyen helyeket is igénybe vehetnek. A jelzőtáblákról el kell mondani, hogy azok megfelelnek a nemzetközi előírásoknak. Található azonban néhány kevésbé ismert, vagy más országokban nem alkalmazott tábla is. A kerékpárosok számára kiépített utakat például ilyen tábla jelzi. Ez a tábla lakó és pihenő övezetet jelent. Itt a haladási sebesség maximum 20 km lehet, és az átmenő forgalom tilos. Várakozni is csak az erre kijelölt területen szabad.
A megállóhelyen tartózkodó villamos mellett tilos az elhaladás. Figyelmeztet ez a tábla. A táblák mellett ajánlatos néha az útburkolati jelzéseket is figyelembe venni. Az így megjelölt sáv például az autóbuszoké. A buszok számára fenntartott sávban még éjszaka is tilos folyamatosan haladni. Ráhajtani is csak a sáv keresztezése és a lekanyarodásra való felkészülés céljából szabad. Az elsőbségadási kötelezettség is nagyjából megfelel a nemzetközi előírásoknak. A tömegközlekedési eszközök számára, ha azok a megállóból történő indulási szándékukat jelzik, biztosítani kell a továbbhaladási lehetőséget. Magyarországon az autópályák használata díjtalan. A segítségkérés, mindig történhet valami, a 2 kilométerenként elhelyezett segélykérő telefonokkal történik. A Magyar Autóklub segélykocsijai hívásra a helyszínen teremnek és a szerelők megpróbálják a kocsit megjavítani. Az autóklubok tagjai részére a segítségnyújtás díjtalan, csak a beépített alkatrész árát kell megtéríteni. Zavarom önöket. Ha véletlenül elveszítenék az útlevelüket, azt azonnal jelenteni kell a lakóhely szerinti illetékes rendőrségen, ahol igazolást állítanak ki, aminek alapján majd útlevelet lehet kérni a magyarországi követségüktől. Ezen túl kiutazási engedélyt kell kérni a lakóhely szerinti illetékes rendőrkapitányságtól. Ezt elveszítették. Érezzék jól magukat nálunk. Őszintén kívánom.